Sziasztok, ez itt a Bögre csatornán, Balázs vagyok, és folytatjuk a Stellaris Let's Play sorozatunkat, ott a legutóbb abba hagytuk, őrült izgalmak közepette, próbáljuk legyőzni a Scourge-ot. Szerintem sokkal jobban állunk, mint ahogy a játék számított rá, meg szerette volna, de az is nagyon fontos hozzátenni, hogy még messze a vége, és még bármi történhet. Meg közben itt a Tidrál körül építenek nekem valami szépet. Nem tudom, megkérdezték, hogy én ezt így akarom, vagy nem, mondtam, hogy sure. És elkezdték építeni valamit, mert hogy olyan királyul vezetem a konfederációt, szóval, vagyis a föderációt, szóval, a konfederáció picit más, a föderációt, szóval minden szupi szuper. Itt pedig egy óriási csata zajlik, ahol, hát amúgy nem óriási, igazából nem az, ez egy normális méretű csata, de tök fontos. Ó, ezt hallottam, erről olvastam, hogy lehet hallani a kis hangokat. Halljátok? Egy kis nyomogó, zizegundorító hangok. Mert itt a Scourge. Kérdés, hogy ezek a hajók meg akarnak-e támadni? Remélem, hogy nem. Mert én viszont meg akarom őket támadni. A nehézség ennek, tehát hatalmas a flottám, de az egésznek a nehézség az, hogy folyamatosan morzsolódik le. Most éppen így zajlik egy devastating, vagy devastálom éppen őket. Le kell bombázni. Gyakorlatilag ami ez a Scourge hozzáér, azt azonnal le kell bombázni. Na és ezekről beszéltem, hogy új technológiák, a Scourge Missile és a Swarm Striker. Úgyhogy ezeket mindenképpen szeretném kifejleszteni. Északról is támadunk. Valamennyire. De addig nem érdemes ténylegesen belekezdeni egy támadásba. Igazából védekezünk. Mert addig nem érdemes belekezdeni egy támadásba, amíg nem tudjuk végigvinni. Ez hol történik? Ahogy már itt járnak, oké. Okay. Szóval... Közben a Nafoblalára fellázadtak. De ez engem annyira nem érdekel őszintén, szóval a Tanafi rendszer meg a hasonlók. Nem lehetne az, hogy azt csináltok, amit akartok? Mert én ezt vissza akartam adni az eredeti gazdájuknak ezeket a bolygókat. Csak aztán hibák lettek elkövetve, gondolom. Jó, oké. Okay. 124... És az a baj, ezt mondtam most, hogy amíg nem tudom bevédeni rendesen, addig nem érdemes igazán támadni, mert akkor ez lesz, mint itt. Hogy ezek nem sokára visszaszerzik a bolygót, vagy valami ilyesmi, és akkor leszpónolják az erősséget. Igen, itt elvesztettük, és egy Glear Shipping Alliance néven jött létre itt egy új birodalom. Nem, mert mint értem, hogy ezt miért gondolod, hogy probléma, de nekem nem az. Oké. Okay. Itt van egy nagyobb flotta. Úristen, mekkora flotta. Na, ezt, ha ezek elindulnak, ezeket nem fogjuk tudni kivédekezni. Márpedig ezek nagyon jönnek. Egy megy a Jundius rendszer felé, viszont a 2x60 ezres, 70 ezres a Tebiron rendszerbe megy, ami 140 ezer. Én pedig itt védekezek, hát maximum. Nem annyival. Tehát még csak véletlenül, közel sem annyival. Felveszek egy zöldfülű dúdot, hogy próbálja meg. De hát még értitek. Azt se tudja, merre van az előre. Vagy lehet, hogy menekülés most jobb lenne. Menekülnünk kéne mi. 20. Hát nagyon jó indulattal ez 50, 85 ezer. Tehát fele annyian vagyunk, mint ők. És igaz, hogy megvan minden, ami kell. De nem érzem úgy, hogy megvan minden, ami kell. Azért nézem itt, hogy nem lehet-e valahogy ezeket a bolygókat elengedni, vagy valami ilyesmi. Valahogy, mármint azt hiszem szektoronként el lehet engedni. Tehát hozzáadom egy szektorhoz, és akkor van itt egy olyan, hogy szektor... Valahol van ilyen szektor dolog, itt van Planets and Sectors, ez az új szektor, és azt mondom neki, create a vessel, de béke kell hozzá, úgyhogy hagyjuk, nem fontos. Na jó. Jönnek. Jönnek hát. És ráadásul itt is támadnak. Valamiket fel kell adnunk. Ez a fővárosa, úgyhogy ezt nem kéne feladni feltétlenül. Itt közben hozok egy 30 ezeres flottát, ami kevés lesz.
Bár amúgy lehet, meg kéne próbálni elmenekülni, mert a 30 000-es flotta az lehet pont azt a különbséget jelenteni, amire szükségünk van. Át tudunk-e oda menni még? Vagy már késő? Lehet már késő. De nagyon mennek. Ott maradt a Juggernaut. Akkor maradunk. Akkor mindannyian ott maradunk. Vagy mind meghalunk, vagy mind túléljük. Mind a 260 000-es itt van. Mutagen Merchant Guild Destroyed. Oh-oh. Ja, ott volt egy guild, és ezt is legyalulta. Ez nagyon szomorú. Alexa Play Desposito, de itt engem ez jobban érdekel. Tehát az egyik flottát nagyon durván sebezzük, az teljesen jó. Közben Logam rendszerben megjelentik a kalózok. De a másikat annyira nem. Az egyiket lesebezzük. Ó, viszont... Na, nem, ezt el fogjuk veszíteni, ezt a csatát. Bár amúgy nagyon hűségesen küzdenek. De elveszítettük a csatát. És azt se fogja megmenteni, hogy jön itt ez a 31 000-es, mert ő már későn fog ideérni. 19 000 maradt, de az pont kevés. Ezek kik amúgy ezek a dúdok? Így néz ki egy habitat nálatok? Jó ég, ez undorító. Viszont csak most döbbentem rá, hogy ezek habitatok. Ami azt jelenti, hogy itt rengetegen élnek ebben a rendszerben. Hát ez elég szomorú. Hát nem élnek amúgy, mert idézőresen élnek, mert hogy ezek ugye nem élők, hanem robotok. De hát mi is azok vagyunk, szóval annyira nem kéne lefitymálni őket. Én azt mondom, hogy kéne nekem olyan, amivel tudok gyorsabban gyártani. Volt egy ilyen itt, de eltűnt. Pedig nekem rémlik. Na mindegy, akkor viszont hagyjuk, nem fontos. Influence nem tudom mire költeni, úgyhogy nem fogom elkölteni, ilyen egyszerű. Nem az igazi, sajnos még mindig a gazdaságom. És akkor még finoman fogalmaztam. De legalább most nem nagyon van munkanélküliség. Nem nagyon van munkanélküliség? Hát... lehetne rosszabb is. Jaj, ez pont nem kéne. Ez kéne. Fennhabaniszon természetesen van munkanélküliség. De ti is kaptok egy Organic Sanctuary-t. Most már mindenhova építünk egyet. A flottám eraplózása sajnos zajlik. Ez kár is lenne tagadni. Innen most már nem fogok elérni oda, és ezzel gyakorlatilag a tebrit homologoknak vége. Még itt van egy... nem, már nincs sehol bolygójuk szerintem. Itt, Gatriában van az új központjuk. Ezeket amúgy le tudnám győzni. Ha odaérnék. De már nem fogok oda... hát amúgy meg tudok menteni párat. Talán. Át tudok ugrani ide? Ebbe a rendszerbe? Mert onnan át tudok menni ide. És meg tudom menteni ezeket a... hát itt nagyon sokat kell elfoglalnia. Nagyon sok bolygót. Tehát még a tebrideket meg tudom menteni. Csak közén kerül ez a párrendszer, ami viszont így nem fognak elérni az utánpótló hajók a fő flottához. Jó, ez megvan. Nagyon sürgősen menjünk oda és öljük meg őket. Itt van ez a 30 000-es. Már mondjuk az most megcsinálja, amit meg kell. Akkor gyere ide. Te hova mész? Arra menekül. Nem baj, akkor a Tersonia rendszerbe megyünk. És ezt megmentettük most őket. Jó, szuper. Ez egy 30 000-es flotta, ez nem túl nagy. Úgy látom, a múltkor meghalt mindenki. Hova kerültek a hajók, amik innen elugrottak? Azok teljesen eltűntek? Felteszem, hogy majd előbb-utóbb előkerülnek. Csak megtaláljam őket, meg rájöjjek, hogy ezek azok a hajók. Aha. Ott jött egy 70 000-es. Jó, ezt még le tudjuk gyalulni. The Wounded Knee, nem, az más. The Wounded Queen, a deep space spy drone has stumbled upon a site of what appears to have been a recent space battle in the Praetorian Second Identified Party. Tehát valaki azt a szimisztán a rendszerben a Praetoriákkal, és ott megtudtuk, hogy ott hagyták a királynőt meghalni. De még továbbra is él. Ez hol található, mert oda tök fontos lenne elugrani. Mert akkor el tudnánk érni, de miért jelzi ki az összeset? Azt hittem volt egy neve. Simti Nazca rendszer. Mert hol van a Simti Nazca rendszer?
Szintén Aszka. Hát ott vagyok. Special Project Capture the Queen. Oké, de azt ki tudja megcsinálni. Ezt a Special Projectet. Hú, mennyi... mennyi debris van itt. Ide meg Science Shipeket kéne küldeni? Oké, ezt nem vettem észre. Ráadásul ezek le is járnak. Akkor egy, el kell kezdeni egy rakat ilyen hajót gyártani. Siminaska. Ez lenne az? Nem. Ezek mind ilyen debris dolgok. Scorch of the Void. Capture the Queen! Science Shipre van szükségünk. Szerencsére vannak közelben egy, bár a többieknek közelebb van. De próbáljunk meg oda elérni. Ugrani ezzel a hajóval sajnos nem tudunk. Szóval, hol is vannak ezek a dolgok? Ha már így szóba került? Hogy Celebration of Unity? Tehát ide, gondolom a fővárosokba kell akkor vinni egy-egy Science Shipet. Úgyhogy építek... építek itt párat. És szerte szólik őket a galaxisban. Ez nem a leggyorsabb, de nem baj. Akár megfelel. Itt zajlik a csata. Természetesen ezt még megnyerjük, de már csak 123-as az erőnk. Egyre gyengülünk. Egyre fogy az erőnk. 64 az este le akarsz csapni? Nem mondanám, hogy le akar csapni. Ettől függetlenül okosan kell most ezt csinálni. Mert ha csak ide csapok, meg oda csapok, abból semmi jó nem fog származni. Legyen az, hogy ezzel a hajóval visszaugrunk. Ez átmegy mindenen? De durva. Hogy mész te át mindenen? Sehogy. Akkor jó. Azért csodálkoztam már. Hogy mi a vihar. Ó, oh, megvannak. Itt vannak a hajók. Várjatok, 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 várjatok. Ja, ez csak egy része. Ott van a 23 000-es hajó. És ha mind ide jönnétek mondjuk, szerintem az elegen vagytok. Szóval ezzel kéne kitalálni valamit. Mondjuk azt, hogy átugrunk, 52 napon tudnánk ugrani. Akkor nem átugrunk, hanem az Elderac rendszerben próbáljuk meg elvágni az útját ennek a dúdnak. Ott megjelent egy nagyobb hajó, egy Vanguard. Hogy állunk a Simiska rendszerben a pusztítással? 64%, ez sokkal lassabban halad, mint ahogy így jó lenne. Asszociált státuszt akarnak adni a Grill Shipping. Oké, végül is ők ugyanazok, mint akik egyszer benne voltak ebben a buliban. És ez csak associated státusz. Próbálom lekövetni, hogy mi hol történik. Szerencsére egy részére, tehát erre a részére, ezen a részén történnek a dolgok, az izgalmas dolgok. Csak álljunk meg itt egyelőre. Jó, nem menjetek előrébb. És akkor ott most csapjunk le rá. Vagy erre kellett volna csapni? Ez csak egy 20 000-es sereg, szóval nem olyan nagy. De lehetnek gondok ebből is természetesen. Még mindig 500 nap van addig, hogy a Praetorian Scourge-re ráfókuszáljunk, vagy legalábbis megszavazzuk, hogy ráfókuszálunk. Ez annyira nem jó. Ami viszont jó az, hogy nem sokára össze fogjuk tudni itt kötni a területeinket. Jó, ti mindannyian gyertek ide. Nem is oda. Ó, ide kellett volna menni, igaz? Hát, menjünk el oda. Végül is. Ez az! Elkaptam a királynőt! Kaptam is a achievementet érte. Szóval elkaptam a királynőt, és ez ad nekem egy reliket. Izgalmas. És ez csak támadott. Muszáj vagyunk besegíteni, mert ez önmagában nem fog boldogulni. Ez egy nagyon pici flotta. Ahhoz, hogy a Praetoriai Scourge-el megküzdjön. Ez meg 162 000-es. Mikor lettél megint ilyen nagy? Nem baj, csak kérdem. Szóval elkaptuk a királynőt, folytathatjuk itt a többi projektet. Várj, mikor tényleg mi kaptuk el a királynőt? A
apparently igen, és el ne felejtsem elkezdeni kiküldeni a science hajókat. Itt, ezek ti vagytok, igaz? Igen. Hű, nem könnyíted meg a dolgomat, szóval olyat adj nekem, ami az enyém. Ez mind az enyém? Oké. Okay. És mindegyiknek kell líder természetesen. És akkor téged elküldünk ide. Itt van egy projekt. Hol a többi? Itt a másik. Jó. Oda te mész. Ez az. 180 nap a research time, de elvileg nem, az, nem annyi idő múlva fog lejárni. Research project. Jó, ki van még itt? Vagy még te? A világ összes tudósát felbérlem ezekhez a feladatokhoz. Ez is az. Tehát ez volt most 3, és van még vagy 8. Vagy nem tudom, de nagyon sok. Kb. Mindenkit kijelöltem. Ó, még van. Még van 2. Hova kell neked menni vajon? Hát valószínűleg ezek nem azok. Valószínűleg a többi fővárosba. Odani. Például ide. Átmenni mindenen is. Előbb-utóbb odaérsz, csak menj egyenesen. Aztán fordulj jobbra a fekete lyuknál. Akkor valószínűleg van a Tecarius szavantoknak is egy. De ha nekik nem, akkor itt a Quap Confederacy... Na, oda hogy jutsz, azt nem tudom. Sehogy, azt mondja leginkább, hogy sehogy. Itt, idek, ez Dibri, ez nem az. Az ott? Á, ez az. Szuper, oda el tudsz jutni. Hát nem a legegyszerűbb mód a világon, de eljutni, de sikerülni fog. Meg lehet, hogy itt is volt még egy. Csak így logikusan próbálok gondolkozni. Mert a logika az diktálja, hogy igen. De majd megnézzük ezt később. Na, itt koncentráljunk a csatákra. Szóval itt lassan megérkezünk, szépen halálba küldöm az összes kis hajót. Minek akartak élni? Minek mentek oda? És végül legyőzzük őket. Jó. És akkor most ez a része gyakorlatilag rendben van. A Scourge, tehát még nincsen, mert még például itt nincsen legyőzve ez. De már alakul. Aztán elhagyom a kicsikre, és egyszerűen végrehajtok egy ugrást a nagy flottámmal. Mondjuk ide. A Saramon rendszerbe. Hagyj érezze a törődést. Bele az arca közepébe. És innen is mennék amúgy tovább. Hogyha végre sikerülne ezt megoldani. De még mindig zajlik a bombázás. Most már nem sokáig. Elvileg. Long live the queen. Sikerült meggyógyítani a királynőt. Ja, és akkor elkezdett a királynő azonnal ledobni új hajókat, amik csak nekem engedelmeskednek. Ez 3200, az annyira nem feltétlenül a legerősebb dolog, amit valaha láttam, de panaszkodni nem fogok. Viszont az előbb elfelejtettem megnézni ezt a... ezt, amit kaptunk ide. Ezt Praetorian Brood Queen. És ez ad majd nekem egy kis pretoriai flottát, tehát azt adod, amit a Head of Zarklan, csak kicsit máshogy, kicsit át van skinelve. Ez egy jó csata. Még őt megpróbáltnánk elkapni, de valószínűleg nem fog sikerülni. Viszont tudjuk rántani még, vagy hagyjuk elmenekülni. Úgy tűnik hagyjuk elmenekülni. Nem, sikerült. Jó, 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 jó. Kiváló. Ha ez itt sikerrel jár, akkor ez megszaboríthatjuk, vagy felszaboríthatjuk ezt a karját a galaxisnak. Hát azért ez túlzás, hogy kar, de értitek. Akkor ezzel pedig érdemes elindulni... megcsinálni ezt a részét, igaz? Akkor eznek is így kiadom a feladatokat. Itt szerintem ez nincs még elfogva, úgyhogy így körbe megyünk, és akkor végzett is. És majd ugrunk utána egyet. Erre a részére. Jó, hogy a nagy flottával tudok ugrani. Ez elég nagy segítség. A Scientist most csinál valamit? Nem. Nincsen sehol már... roncs, amit ki lehetne kapni. Érdekes. Hogy állunk?
Mennyi hiányzik? Még 99%, nem sokára a Strobus rendszer teljesen elpusztul. Jó, szuper! Ez nagyon jó hír, és akkor most megyünk, és támadunk, és megtisztítjuk ezt a kart, vagy ezt az útvonalat. Oké, alakul ez, alakul. Egyelőre még igazán nagy nehézségbe nem ütköztem. Ez itt miért nem lett elfoglalva, srácok? Zajlik a csata, vagy... Hogy azt le kéne bombázni. Értem. Aki tud, az egyesüljön, léci. És kezdjen neki a bombázásnak. De ugye tudtok egyesülni, srácok? Miért nem egyesültök? Hát ez igen kellemetlen. Közben a Glir Shipping Alliance véget vetett az asszociáció státuszának. Hát, ti tudjátok. Aki akar a Silver Lancert fogom, és azzal bombázok. Mindenki más, meg... mindenki mással, meg... Unknown Signal. Mi az, hogy Unknown Signal? Mi még egy? Ne idegesíts. Szóval itt valahol van egy 35 ezres flotta. Valahol. Ebben az egész nagy clusterfuckban. Kivesszük ebből a Juggernautot. Ja, nincs is benne. Akkor ez mind átmegy a Jundius rendszerbe. Szóval... itt van egy... a Rimok rendszerben van egy flott... jön a jel. Pont ott van a flottám, úgyhogy ezt kíváncsi vagyok, hogy mi jön át. Azt hiszem van, aki amúgy harcol ezek ellen. Szóval vagyok jönnek, vagy pedig még több ellenség. Ez a két opció van. Kicsit le vagytok maradva, srácok. Ezt lehetne aktívabban is segíteni. Hát most akkor megint tudom neki asszociátor státuszt. Érdekesen gondolkodtok. Most lépett ki. Várj, de elveszítjük? Miért veszítjük el ezt? Ne idegesíts már! Mi az, hogy elveszítjük a... Scourge-ot? Oké, mit tudok ezzel ellen kezdeni? Tudom-e mármint a Scourge elleni... védőoltást. Tudom-e valahogy növelni a súlyomat? Bárhogy. Azt hiszem valahogy itt lehet. Lehet kicsit drága lesz, de hogyha sikerül, az nagyon jó lenne. Nem látok jelenleg opciót rá. Fortress, Architectural, Omnius Acquisition, Grand Fleet, Will to Pae. Monthly Influence. Már nincs elég időnk az a baj arra, hogy lefizessünk embereket. Fleet Supremacy, Research Supremacy. Nem, nincs olyan, ami segítene itt nekem. Legalábbis én most úgy látok. Hát ez több, mint szomorú. Most komolyan elveszítjük azt, hogy ráfókuszoljunk a Scourge-re? Miért vagytok ekkora pöcsök? Az egész háborút én nyerem meg nektek. Ha rajtatok múlik, már régen leigázták volna mindenkit is. Valaki meggondolta magát, vagy csak elpusztult egy hatalmas flottája. Ezen a ponton mind a kettő ugyanen lehetséges. Jó, az egyik helyen elkészült a delegáció. Ugye ezek azok a kutatóholyok, amiket kiküldtem nemrég. A másikon is. És itt mindenhol a nekem megfelelő ifikeket szedik elvileg be. Hopp! Közben a Gatria rendszert. Éppen, hogy megérkezünk, hogy megmentsük a Datus bolygót. Ha jól látom. Nagyon szívesen Datus bolygó. 74%-os devastation-en volt. Jó, megvan, átment a resolution, hál' Istennek. És akkor most ráfókuszáltunk erre az igazi problémára. Jó, újabb gyülekező, ezúttal ide. Nem tudok oda kattintani, mert... Goddammit, pont kitakarja az a cucc a kattintás helyét, na mindegy. Mi volt ez a hang? Aki most legit félek. Ez tök ijesztő volt. Guarantee revoked. A Tebrit homolog már nem garantálja next collectorokat. Na hát a Tebritekből amúgy nem maradt sok, de életben maradtak, és ez az, ami igazán számít szerintem ezen a ponton. Ez a háború úgy véget érhetne most már akár. Az a baj, nem rajtam múlik. Ti itt jól vagytok? Igen, csak egyesülni nem akartok mi. Ez a Gear Shipping Alliance, ez így jól szórakozik? Vagy így nem? Átdobjuk ezt a flottát, mert most már ez hogy át tud repülni.
mondjuk a Deteris rendszerbe, és onnan indulunk el ebbe az irányba. Mert itt megszabadítottuk ezt a részét a galaxisnak. Most már rendben lesz. Illetve ezeket kell hozni a Dirbanba. Nem is a Dirbanba, a Dirban az ennek a végén van, hanem a másikhoz. Közben a Tangle is elpusztult, ami a Caravaneer-eknek volt a bázisa, gondolom. A Ponel rendszerre megyünk, és onnan Penek, Vegmor, Akemar, Sajovus, mindenki kedvenc bolygói. Ó, van egy csomó eladható dolgom. Az nem baj, mert most pénzből nem vett fel minket a minden is. Cool. No, mehetsz tovább. Esetleg még így be is írom neki az itinerbe, hogy merre kéne menni. Nagyjából ez lenne az elképzelés, plusz még ide. És ezzel megvagy, akkor pedig igazából már csak ez a déli szál maradt, amivel viszont haladunk szerencsére. Ó, itt is van még egy pretóriai. Legalábbis múltkor láttak itt egy Star Broodot. Azt mondják, hogy mekkora volt? 53-as? Szerintem ezek el tudnak bánni. Oderdikt. 35. Én azt mondom, hogy igen. Menjetek, léci. Ó, de rossz irányba mentek. Ja, mert erről meg se tudjátok közelíteni. Jó, akkor csak gyertek el ide. Végül nem történt semmi ebben a rendszerben, igaz? Melyik rendszer volt? A Rimok rendszer. Végül nem jött elő semmi csúnya. Onnan. 62 és 7. Igen. Sajnos így kell. És itt megint meg kell majd állni bombázni. De egyelőre minden jól halad. Jó, akkor nézzünk már rá még mielőtt a vége a résznek, hogy... ez a Celebration of Unity and Great Leadership, ez hova lett? Ez így ennyiben maradt? Tehát ez így vége? Mindenki kutattam? Kicsit... gyanúsnak tűnik. Nem igazán akarom elhinni, hogy ez igaz. Itt van még egy 15 000-es flottám, ezt is bevetjük. Most már mindent rádobunk az ellenségre. Érezze a törődést. De szerintem jó lesz. Még egy vagy két részt is teljesen legyőzzük a Scourge-ot. Attól függően amúgy, hogy itt mennyire tud terjeszkedni. De minthogyha most már gyengülne, megveszítene az erejéből. Én egy kis boldogságot szeretnék az embereknek. Mert most az nem jutott nekik túlságosan sok. Ajajajajaj, ez mondjuk egy para csata. Igen, az a baj, hogy a Scourge-ösök lemaradtak. Ők ilyen nagyon le vannak maradva. Jó, ott megsemmisült a flottánk. A Next Collectoroknak közben vége. Így is túl sok ideig tartottak. Hát akkor ti gyertek a Ponel rendszerbe, és a Ponel rendszerben állunk bevédekezni. Amíg a nagy flottánk a végére nem ér ennek a mókának. Itt ez a 48-as, ez át tudja ütni. Az a baj. És addig nem merek például így sem feltétlenül. Bár elkezdhetnénk amúgy. Végül is, ha mindenkit oda viszek, akkor akár el is kezdhetünk itt bombázni. Ezek a gírek, akik nekem köszönhetően önállóak, meg tőlem lettek önállóak. Jó, hát technikai nem nekem köszönhetően, hanem a Scourge-nek. Nem is a Scourge-nek, hanem valami lázadó dúdoknak. Ez szerintem mond a végére fog érni, hogy szembe találja magát ezzel a sereggel, vagy flottával, és akkor őt legyőzzük, és mehetünk tovább egyenesen. Ezek 168 000-en vannak, szóval az elég lesz. Egy ideig. És ezek pedig bombáznak addig. Minden hajó, ami itt van, azt ráállítunk a bombázásra. A Vegmor 1-nek a bombázására. Ami így is nagyon-nagyon lassan fog elkészülni. Jó, ő visszavonult, az nagyon jó hír. Akkor pedig... a Sajovis irányába fogjuk megközelíteni. Sajovis és Tigira. A Tigirát is le kell majd bombázni. De arra hát, ha jönnek utólagosan más hajók. Úgy látom, hogy innen közben eltűnt az a fenyegetés, és minthogyha... ja, itt valószínűleg meghalni jönnek ide az... igen, meghalni mennek oda a 420-asok. Oké. Az Ottagát is igen keményen megtalálta, de a Quabok Confederacyt is igen keményen megtalálta a Scourge. És az ő irányukban nagyon terjeszkedik, szerintem jobban, mint ahogy én foglalom őket. Nagyrészt azért, mert neki sokkal rövidebb ideig tart egy bolygót elfoglalni, mint nekem.
Szóval ez több mint szomorú ez az egész, úgy ahogy mondom, meg úgy ahogy van. De ne aggódjatok, minden rendben lesz, innen folytatjuk a következő részben. Jövő hétfőn... Azt hiszem legutóbb is ezt mondtam, pedig akkor csütörtököt kellett volna mondanom. Na mindegy, találkozunk a folytatásban. Sziasztok!